fejlesztése a Nyíregyházi Kórházban. Korszerű röntgengép segíti a szívkatéterezést az intézményben. Házi segítségnyújtás. Soha nem volt még ekkora szükség az idősek támogatására. Áprilisi hóesés. Téliesen indult a reggel a megyében, de a hétvégére jön a felmelegedés. A húsvéti hétvégen 4 napja alatt országosan 276 ezeren kaphatták meg a koronavírus elleni védőoltást. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is folyamatos volt a munka a házi orvosoknál és az oltópontokon. Ez a Kölcsei Televízió híradója, köszöntöm Önöket! Folyamatosan nő az oltásra regisztrálók száma is, amely már meghaladta a 3,8 millió főt. A pedagógusok első körben a húsvéti hétvégén megkapták a vakcinát, a március végén regisztráltak, pedig a következő napokban kapnak értesítést az oltás helyéről és időpontjáról. Erről is beszélt mai tájékoztatóján Müller Cecília országos tiszti főorvos. A pedagógusok, köznevelésben dolgozók védőoltásának első köre rendben lezajlott. Ők azok, akik már korábban regisztráltak. A holnapi napon további Pfizer vakcinát várunk, 246.870 adag mennyiségben. Ebből a vakcinából fogjuk tudni folytatni részben a második körös oltását a pedagógusoknak, illetve természetesen a lakosság beoltása is folytatódik. A várandósok és az oktatós édesanyáknak a megszólítása gyakorlatilag folyamatos. Mint tudják Önök is, a Pfizer, illetve Moderna vakcinájával oltható a szakmai kollégiumoknak a javaslata alapján. A koronavírus megbetegedés utógondozásában is jelentős segítséget jelenthet az a korszerű röntgengép, amely nemrég állt munkába a Nyíregyházi Kórházban. Jobb képminőségben, nagyobb biztonsággal végezhetnek vele szívkatéterezést. A megyei kórház kardiológiai osztályán eddig is történtek mind akut, mind prevenciós céllal ilyen beavatkozások. Most azonban egyszerre 2 gép segíti az orvosok munkáját. Az akut szívinfarktus ellátáshoz a ország 21 laboratóriumában szinte mindenütt biztosítva van 2 asztal, arra az esetre, hogyha az egyik készülékkel baj lenne, vagy pedig egyszerre 2 beteg ellátásra is szükséges. Eddig ezt csak úgy tudtuk megoldani, hogyha itt például műszaki probléma volt, vagy karbantartás, akkor Debrecenbe küldtük a szívkatéterezésre az infarktusos betegeket. Most pedig ugye ez a lehetőség megadatott. Ez pedig már az új eszköz által készített felvétel. Amit kb. 1 hete tágítottunk ki, az az előső leszálló lágsztentje, ami most kitágított állapotban van most már. A kardiológiai ellátás fejlesztése érdekében egy határon átnyúló pályázat segítségével szerezték be a közel 350 millió forintos röntgengépet. A szívkatéterezés úgy történik, hogy helyi érzéstelenítésben általában a csukló ütőeret szúrjuk meg, és felvezetjük a katétert a szívhez, a szívkoszorú érig. Ezen az úton elvezethető, ez már nem jár általában különösebb kellemetlenséggel, és maga a vizsgálat sem, a festékanyag beadása a koszorúerekbe meg fogja mutatni, hogy van-e szűkület, és milyen mértékű, és hol a koszorúja rendszeren. Akut infarktusban viszont a teljes elzáródást szoktuk látni, és ezzel a röntgen vezérléssel az ér megnyitható, az infarktus kiterjedése lényegesen lecsökkenthető, és ezzel a beteg életesélyei sokat javíthatóak. Az új készülék elsősorban szívbeavatkozások elvégzésére érkezett, de a szíven kívüli erek vizsgálatára is alkalmas. Egy heveny esetben, amennyiben egy heveny szívinfarktusra bekerül egy beteg, azonnal lehetőség lesz már egy másik szívkatéteres asztalon is ellátni őket, vagy akár párhuzamosan 2 elektív szívkatéterezés is történhet, vagy az egyik asztalon egy szívkatéterezés, a másik asztalon pedig egy pacemaker, egy szívritmus szabályozó beültetése. Azaz jelentősen kiszélesíti a lehetőségeit, a kollégánk most már egyszerre 2 helyen tudnak segíteni a szív- és érrendszeri betegeken.
Több mint egy évtizede zajlik szívkatéterezés Nyíregyházán, évente átlagosan 1900 beavatkozást végeznek. Most kibővítik mind az ütemezet, mind a sürgősségi ellátás lehetőségeit. A hosszas előkészítés előzte meg magát a projektet, egy komoly szakmai programot kellett letennünk az asztalra, és hát több hónap telt el, mire a nagyértékű eszköz beszerzése is megtörtént. A telepítés tulajdonképpen teljesen akadálymentesen zajlott, annak ellenére, hogy az épületben koronavírusos betegeket is ellátunk, hiszen a koronavírusos betegek kezelésére általános részlegeket a kardiológia helyén is kialakítottunk, de a labor működése az a járvány idején is teljesen folyamatosan és biztonságosan működik. A főigazgató hozzátette, nagyon bíznak abban, hogy a koronavírus harmadik hulláma lassan tetőzik, és nem lesz még nagyobb terhelés az ellátórendszerben. Elmondta, a maximális kapacitással működnek, de minden ellátást el tudnak végezni. Minden eddiginél nagyobb szükség van a járvány idején a házi segítségnyújtásra. Az idősek és mozgásukban korlátozottak ellátásáért a megyeszékhelyen a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ felelős, csak nem 30 éve. Az intézmény dolgozói azt mondják, a bevásárlás és a ház körüli munkák mellett a legnagyobb szükség a mentális támogatásra van, ezért rengeteget beszélgetnek az idősekkel. Visszük a bevásárolt holmit. Ennek az idősnek fel volt írva a listája, amiket vásárolni kellett. Kenyér van benne, zöldségféle, majd a húsleves, húsvéti kalács, igen, és néhány zsömle, és még a gyógyszertárba kell majd menni. A házi segítségnyújtásban dolgozó gondozók naponta 5-6 gondozottat látnak el. Bevásárolnak és gyógyszert váltanak ki, illetve az alapvető szükségleteik ellátásában is segítik az időseket. Emellett azokkal, akikkel lehet, sétálnak egyet és sokat beszélgetnek velük. Az elmúlt évben talán a lelki segítségre volt a legnagyobb szükségük az időskorúaknak. Reggel ugye van egy munkakeretünk, 8 órakor kezdődik a munkaidőnk egy irodai eligazítással, hiszen adminisztrálunk is, nem csak munkát végzünk a területen. Ezután megyünk az első helyre, ami ütemezve van. Az első helyre már úgy megyünk el, hogy bevásároltunk, és elvisszük azokat a dolgokat, amit az idős ember életminőségének a javítására meg tudunk tenni. A helyi feladatok mindig ott dőlnek el. Mire van szüksége? Lehet, hogy vérnyomásmérésre, lehet, hogy pelenkázásra, ágynemű cserére, lehet, hogy főznöm kell egy levest, mindenképpen folyadékpótlásra, a gyógyszereket ellenőrizzük, sétálunk egyet az udvaron, és nagyon sokat beszélgetünk. A mentális segítség nagyon fontos most ebben a vírusos időszakban, hiszen az idősek magukra maradtak. A központ jelenleg 600 gondozottat lát el házi segítségnyújtás keretében 60 gondozó segítségével. Az elmúlt időszakban megnövekedett az ellátás iránti igény, a gondozók is leterheltebbek. Fontos kiemelni, hogy az idősek mellett most azok a családok is kérhetnek segítséget, akik esetleg a járvány miatt egyszerre kerültek karanténba, és nem tudják megoldani a bevásárlást vagy a gyógyszerek beszerzését. Azok, akik megbetegednek és az egész család karanténba kerül, szintén van egy telefonvonalunk, amit ők hívhatnak, és ezek a munkatársak, akik a házi segítségnyújtásban végeznek feladatok, ők mennek ki és segítenek a családnak, illetve van egy másik vonal, amikor étkeztetésben kérnek hozzánk segítséget, természetesen a munkatársaink bevonásával ezt is teljes körűen tudjuk biztosítani a rászorultak számára. A munkaszervezés annak érdekében, hogy sem a gondozottak, sem a gondozók ne betegedjenek meg, komoly szervezést és előre gondolkodást igényel. Az idősek egy jelzőrendszeres házi segítségnyújtást is igénybe vehetnek, ami 24 órás szakszerű szolgáltatást jelent számukra. Hidegen sajtolt olajak előállítása kezdődhet meg heteken belül Nyírturán a Start közmunkaprogram keretében. Erről beszélt a Kölcsei Televíziónak a község polgármestere. A településen emellett több helyen újítanak fel utakat, és épületkorszerűsítés is szerepel az idei tervek között. Mint ahogy már korábban beszámoltunk, Nyírturát is érinti a Magyar Közút topos útfelújítási programja. Két szakaszon több mint 10 kilométeren javulhat a közlekedés biztonsága jelenlegi zajló fejlesztéseknek köszönhetően. A településen azonban más forrásból is megújulnak utak, a munka már tavaly elkezdődött.
ez két a utcát érint, egy nyíltalán a Sport utcát, ami a focipálya mellett és az Aranyos utcát köti össze. Egy másik a Dózsa és a Táncsics között lévő utcánkat köti össze, ez egy 350 és 270 méteres út tudott új burkolatot kapni, és Nyírturát, Libabokor település résztel összekötő útunk itt folyamatban van, az már végstádiumban van az a beruházás, ez tavaly tavasszal indult, és szélesítés és teljes aszfalt réteget kapott. Egyik egy, mondtam, magyar faluból, a másik pedig vidékfejlesztési program által támogatott beruházás. A tavalyi év fejlesztései közé sorolta még a község polgármestere a helyi művelődési ház bővítését. A létesítmény elé épült egy új rész. Emellett parkolókat is kialakítottak. Idén egy az önkormányzat által nemrég megvásárolt, régi ingatlan rendbetétele van terítéken a további tervek mellett. Járdára kaptunk forrást, a Start programból pedig egy olajütőt fogunk beindítani most egy másfél-két hónapon belül, amelyen hidegen sajtolt olajakat tudunk elváltani, és a közmunkások értékteremtésének egyik programjának a része. A másik programban pedig kordonos uborkát termelünk immáron vagy 6 éve. A település vezetője hozzátette, idén is több pályázatot nyújtanak be, és bíznak azok sikereiben, Nyírtura további fejlődése érdekében. Jelentősen visszaesett a vasúti utazások száma a koronavírus járvány miatt. Tavaly egész évben közel harmadával utaztak kevesebben vonattal, mint 2019-ben. Megyénkben is csökkent az utazási kedv, de még így is az Intercity járatokkal közlekedtek a legtöbben. Intercity halad át a Sóstóhegyi vasútállomáson. Ezt is érinti a 100-as, vagyis a Budapest-Debrecen-Nyíregyháza-Záhony vonal. Talán nem meglepő, hogy ezen utaztak a legtöbben a megyében. A tavalyi év a vasúttársaságokat is hátrányosan érintette. A korlátozások miatt közel sem vonatoztunk annyit, mint egy átlagos évben. Ennek ellenére érdekes adat derül ki az Eurostat friss statisztikájából. Mint a Pénzcentrum cikkében olvasható, a járvány miatti visszaesés a második negyed évben volt igazán érezhető. Ekkor uniós szinten az átlagos vasúti utasok száma legalább a felére csökkent a tagállamok túlnyomó többségében. Erről a mélypontról kellett visszakapaszkodni a nyári hónapokban, hazánk pedig az egyik legjobban teljesítő ország volt a vasúti utasforgalom visszaállításában. Mint a MÁV-tól megtudtuk, míg a járatok száma a járványhelyzet ellenére tavaly szinte változatlan volt, a belföldi jeggyel, illetve bérlettel utazók száma körülbelül 30%-kal maradt el a 2019-es utasszámoktól. Ebben volt egy kiemelkedő tendencia, az a harmadik negyedév volt, a július-augusztus-szeptember időszak, amikor korlátozásmentesen lehetett, nagyjából korlátozásmentesen lehetett utazni, illetve erős volt a külföldi utazások bizonytalansága is. Így növekedett a belföldi turizmus, így a harmadik negyedéves utasszám a második negyedévesnek a duplája volt, de így is az előző évhez viszonyítva körülbelül 18%-kal elmaradt. Ebben az időszakban elsősorban a kirándulásokhoz, nyaralásokhoz igénybe vehető vonalak utasforgalma nőtt meg a legnagyobb mértékben. A Balatonra például olyan sokan utaztak vonattal, hogy új rekordok születtek. Ezen kívül még kiemelkedett a harmadik negyed évben a Celldömölki térség, az Eger-Szilvásvárad vasútvonal, a Kecskemét-Szegedi térség, illetve a Vác-Balassagyarmati, illetve az Esztergomi vasútvonal. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét érintő vasútvonalakon elmaradt ez a növekedés, tehát ott nem volt tapasztalható ez a kiemelkedés az éves tendenciában. 2020 utolsó és az idei év első hónapjairól még nem jött ki statisztika, de vélhetően a november óta érvényben lévő újabb korlátozások ismét jelentősen visszavetették a vasúti forgalmat. Tréfát űzött ma az időjárás velünk, ahelyett, hogy verőfényes napsütéssel indult volna a húsvét utáni reggel, havazott. Ugyanaz átlagembert meglepte a szokatlan áprilisi hóesés, a szakembereket egyáltalán nem. Áprilisban hó 100 évvel ezelőtt is volt, de az megfigyelhető, hogy a klímaváltozás miatt egyre inkább eltűnnek az átmeneti évszakok, nincs tavasz és ősz, csak tél, aztán hirtelen nyár. Tele voltak ma a közösségi oldalak olyan fotókkal, amelyek a szokatlan áprilisi havazást örökítették meg. Volt, aki ezt is a koronavírus számlájára írta, de olyan is, aki úgy gondolta, hogy az időjárás eltévesztette a hónapot. December 6-a helyett április 6-ára várta a Mikulást. Csak az átlagembereknek furcsa az áprilisi havazás,
A szakember ezen nem csodálkozik. Szokatlan, de nem rendkívüli ez az áprilisi havazás, hiszen egy-egy erőteljesebb hidegbetörés alkalmával áprilisban, sőt akár májusban is előfordulhatnak ilyen átmeneti havazások, hózáporok, de az tény, hogy ilyenkor az átlagos napi maximum hőmérséklet a térségünkben az olyan 15-16 fok körül van. Ehhez képest jelenleg ugye fagypont körüli értékeket mutatnak a hőmérők, tehát több mint 10 fokkal van most hidegebb, mint az ilyenkor megszokott. A szakember azt mondta, ugyan nem meglepő az áprilisi havazás, azért az megfigyelhető, hogy az úgynevezett átmeneti évszakok, azaz a tavasz és az ősz kezdenek eltűnni, és a tél után szinte azonnal megjelenik a nyár. Az idei tél ráadásul melegebb volt, mint a szokásos. Az elmúlt tél is jelentősen melegebb volt az átlagoshoz képest, tehát ugye 2,5 fokkal melegebb volt, és azután ehhez képest ugye márciusban nem tapasztalhattuk azt az erőteljes fölmelegedést, mint mondjuk néhány évtizeddel korábban. Ugye Sándor, József, Benedek most idén nem hozták meg a meleget, hanem sőt még inkább ugye lehűlést lehetett tapasztalni. És ez bizony tendenciózusan megfigyelhető jelenség. Tehát, hogy a tél enyhébbé válik, a tavasz időszakban pedig a szélsőségesebb időjárás tapasztalható, például ilyen hideg betörések formájában. Bár szerdán és csütörtökön az időjárás még a zordabb arcát mutatja, a hét második felében már 15-16 fokra számíthatunk. Egy pontot szerzett hazai pályán a MOL-Fehérvár ellen a kisvárdai futballcsapat. Csupka Attila együttese az NB1 27. fordulójában 0-0-ás döntetlent játszott a vendégekkel. A kisvárda pénteken Mezőkövesden lép pályára. Szintén gól nélküli döntetlent játszott Szombathelyen az NB2 30. fordulójában a Nyíregyháza Spartacus. A Spari szerdán a Budaörs csapatát fogadja. Megnyerte a negyeddöntő első mérkőzését a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák az NB1B piros csoportjának rájátszásában az NKA Pécs csapatát verték 81-71-re. Az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharc második meccsét szerdán rendezik Pécsen. Az alapszakasz győztes fogadta a 8. helyezettet, így az esélyek a hazaiak mellett szóltak. Az első negyedet 6 ponttal meg is nyerték a cápák, azonban a második 10 perc 8 ponttal a vendégeké lett. A nagyszünet után agresszívabb védekezésre váltott a házigazda, aminek meg is lett az eredménye. A harmadik negyedben mindössze 11 pontot kapott Boris Majkovics együttese, szemben a szerzett 22-vel. A zárójáték részben 10 pontra nőtt a hazaiak előnye, amit meg is őriztek a meccs végéig, így a Nyíregyháza hozta a kötelezőnek számító győzelmet. Számítunk, hogy nagyon nehéz meccs lesz, és pont úgy is volt, mert én azt mondtam, hogy ez egy kellemetlen csapat, fiatal csapat, melyik semmikor nem adta fel, és csak 1-0, menjünk tovább. Mint Mohácsi Máté elmondta, betegségek és sérülések nehezítették a felkészülésüket, így tudták, hogy nem lesz könnyű dolguk a rájátszás első meccsén. Gyakorlatilag egy olyan mérkőzés lesz, amire számítottam. Volt ennek egy előzménye, amit nem publikáltunk, de a mérkőzés előtt egy 7-8 ember küzdött betegséggel, ami nem a koronavírus volt, mert természetesen teszteltük mindenkit, de ettől függetlenül átment a csapaton egy komolyabb betegséghullám, illetve a Búsilán 2 hét sérülés után edzett először, az Ubija tegnap még lázas volt, tehát azt gondolom, hogy tényleg kettőzött erővel küzdtünk, úgyhogy szinte nem is tudtunk minőségi edzés munkát vérekhez játszani a héten, és hát a Rádgi Vérélét is fantasztikusan játszott, tehát amíg mi nem vérekeztünk úgy, ahogy kell, addig meccsben voltak, és le előttük. A rutinos kosaras 22 pontot szerzett úgy, hogy 10 kísérletből 6-szor talált be a 3 pontos vonalon túlról, és ezzel csapata legeredményesebb játékosának bizonyult. Egyáltalán nem éreztem jól magam az elején, meg kell, hogy mondjam, tehát én is küzdködtem, lejöttek az ittszerek, kimaradt a büntető, kimaradt a hármas. Aztán éreztem, hogy miután a két irányítónk sérülés, illetve betegségből jött vissza, és nincs meg bennük az a lendület, mint szokott, ezért hátamra próbáltam venni a csapatot, és ugye nekem ezt a triplával sikerül, úgyhogy ott éreztem, hogy szoktam mondani, hogy be kell dobni, úgyhogy most sikerült, és bízom benne, hogy ez átlendítette a csapatot, és megyünk tovább. A negyeddöntő további eredményei a következők: BKG Prima Akadémia Budapesti Honvéd 173, MAFC Veszprém 95-83 és Salgó-Tarján Vasas Akadémia 75-81. A Nyíregyháza szerdán Pécsen játssza a negyeddöntő második meccsét.
Koronavírus fertőzés miatt nem tudott kiállni a női röplabda extra liga döntőjének első hétfői mérkőzésére a Békés Csaba. A szabályok értelmében a találkozót a Fátum Nyíregyháza nyerte 3-0-ra, így 1-0-ra vezet az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharcban. A második mérkőzés a kiírás szerint szombaton lesz Békés Csabán. Végül nézzük a legfontosabb híreket ismét néhány mondatban. A koronavírus megbetegedés utógondozásában is jelentős segítséget jelenthet az a korszerű röntgengép, amely nemrég állt munkába a Nyíregyházi kórházban. Jobb képminőségben, nagyobb biztonsággal végezhetnek vele szívkatéterezést. A megyei kórház kardiológiai osztályán eddig is történtek mind akut, mind prevenciós céllal ilyen beavatkozások. Most azonban egyszerre két gép segíti az orvosok munkáját. Minden eddiginél nagyobb szükség van a járvány idején a házi segítségnyújtásra. Az idősek és mozgásukban korlátozottak ellátásáért a megyeszékhelyen a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ a felelős csak nem 30 éve. Az intézmény dolgozói azt mondják, a bevásárlás és a ház körüli munkák mellett a legnagyobb szükség a mentális támogatásra van, ezért rengeteget beszélgetnek az idősekkel. Tréfát űzött ma az időjárás velünk, ahelyett, hogy verőfényes napsütéssel indult volna a húsvét utáni reggel, havazott. Ugyan az átlagembert meglepte a szokatlan áprilisi hóesés, a szakembereket egyáltalán nem. Áprilisban hó 100 évvel ezelőtt is volt, de az megfigyelhető, hogy a változó klíma miatt egyre inkább eltűnnek az átmeneti évszakok, nincs tavasz és ősz, csak tél, aztán hirtelen nyár. ...2021. április 6-án kedden a Kölcsei Televízió híradóját látták. Híradóval legközelebb holnap jelentkezünk majd. Munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Kedd este csökken a felhőzet, hajnalban már derült idő várható. A hőmérséklet kora reggel nagyon hideg lesz, mínusz 2 és mínusz 7 fok között alakul. Szerdán napközben még elszórtan kialakulhat hózápor, zápor. Zivatarok környezetében is lehetnek erős, esetleg viharos széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 7 és 11 fok között valószínű. Péntektől aztán emelkedik a nappali hőmérséklet egy melegfront következtében. A hétvégén már 16-18 fok is várható.